Megköszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét, és nagy tisztelettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Takács Attila Dander tábornok urat, az MH6 kiegészítő felkészítés kiképző parancsnokság parancsnokát. Jó hosszú nevük van önöknek is, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm is a kedves televízió nézőket. Mivel foglalkozik az önök parancsnoksága? Hát nagyon sok mindennel. Ez a parancsnokság 2016 nyarán őszén alakult meg, korábban kiképzési szakterületet vettünk át, és ezt egészítettek ki a honvédelmi vezetés egy teljesen új területtel. Ez a társadalmi kapcsolattartás területrendszere, amelyből nagyon sok minden más egyéb következik. Ebbe beletartozik a tartalékos katonai szolgálat megújítása, beletartozik a honvédelmi nevelés, a katonai hagyományok ápolása, a hadisírgondozás, a katonai testnevelés, tehát egy nagyon széles spektrumot kapott a parancsnokság. Én azt mondanám, hogy ez egy integráló szervezet, hiszen azok a szervezeti elemek, amelyek korábban önállóan vezérkarfőnök közvetlenként működtek, ők végezték a saját szakterületeket, egy irányba gondolkodtak, viszont ahogy ezzel a parancsnoksággal kerültek kapcsolatban, össze tudtuk kapcsolni például a tisztképzést, az altisztképzést, annak a gyakorlati részét, össze tudtuk szervezni, logisztikailag meg tudtuk támogatni, és sokkal több lehetőséget tudunk nyújtani így a képzésben, kiképzésben is. Az imént említett dolgok közül Székesfehérváron szinte mindegyikkel találkozhatunk, de nem csak ebben a vonatkozásban kötődnek önök ide Székesfehérvárhoz, hiszen a beszélgetésünk apropóját az adja, hogy októberben megalakul Székesfehérváron az MH 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred. Erről mit kell tudni, parancsnok úr? Hát ez egy nagyon fontos mérföldkő, hiszen 2017. februárjában akkor még dr. Simicskó István miniszter úr határozta meg azt ennek a parancsnokságnak, hogy egyrészt a területvédelmi elven szervezzük újra a Magyar Honvédség tartalék erejét, hiszen azok a tartalékos katonák, akik most teljesítenek szolgálatot, ők nagyon közel állnak a felső korhatárhoz, és új alapokra kell helyezni. Ezzel együtt meghatározta, hogy mintegy 20 ezer tartalékost toborozunk, ami nem kis fejfájást okozott, hogy hogyan fogjunk ehhez hozzá. És hol tartanak most? Jelen pillanatban 7700 főnél tartunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó ütemben haladunk, és az a tervező-szervező munka, ami elindult 2017 elején, ez már komoly eredményeket tud felmutatni. Az egyik ilyen nagyon fontos eredmény, hogy akkora létszámot sikerült betoboroznunk, hogy most már nem lehet a parancsnokság rendszerében működtetni, hanem külön katonai szervezetekbe át kell, hogy szervezzük ezt a sok tartalékos katonát. És mind a keleti ország részben megalakul egy területvédelmi ezred, illetőleg itt a nyugati ország részben Székesfehérváron fog október 13-án megalakulni az a parancsokság, amely a Dunántúl összes tartalékos katonának a képzésért, felkészítésért, toborzásáért, és ha szükség van rá, nyilván az alkalmazásáért is felelős lesz. Hány fővel alakul meg ez az ezred? Jelenleg egy 3200 fő tartalékos katona tartozik ide ehhez, de én remélem, hogy az év végéig ez közel 4000 főre föl fog menni, hiszen a toborzással nem állunk meg, nagyon népszerű ez a szolgálati forma, mi magunk is meglepődtünk rajta, hogy a fiatalok is és a középkorú korosztály is nagyon érdeklődő. Nyilván náluk van egy picit nosztalgia, hiszen közülük vannak azok, akik még voltak sorkatonák, de a mai 20 évesek, nekik szinte nincs is tapasztalatuk a katonai szolgálatról, maximum filmekben találkozhattak, vagy esetleg egy laktanyi nyílt napon találkozhattak, vagy valamelyik sorozat révén kaphattak valamilyen fajta képet. De mi szeretnénk megmutatni a valós képet is, hiszen néha az elképzelt dolog, vagy egy filmbeli dolog, az nem teljesen fedi a valóságos körülményeket. Férfiak és nők vegyesen vannak egyébként, vegyesen vállalnak szolgálatot? Igen, hiszen a Magyar Honvédségben a nők és a férfiak teljes mértékben egyenjogúak. A fizikai követelményekben vannak különbségek a hölgyek javára, nekik vannak engedmények, könnyítések, illetőleg életkorhoz kötöttek ezek a fizikai követelmények. Bármely beosztásra jelentkezhetnek hölgyek is, urak is. A beosztáshoz előírt követelményeket, aki teljesíteni tudja, nagyon szívesen látjuk sorainkban. Miért népszerű ez a szolgálati forma? Mit kell tudni erről egyáltalán? Én azt gondolom, hogy ez az önkéntes tartalékos szolgálati forma, amelyből három kategória létezik, a legkevésbé kötött formát jelenti,
hiszen abszolút igazodunk az állampolgároknak a személyes elfoglaltságához. Tehát nem kell elhagyni a lakóhelyét, hiszen a járásához, a településéhez kötődik az a feladat majd, amit részre meg fogunk határozni. A képzés felkészítésben igyekszünk a környékre koncentrálni, hiszen a lőki képzésnél nagyon szigorú szabályok vannak, ahol csak kijelölt lőtereken lehet ezeket végrehajtani, és a katonai fegyverek azért a sportfegyverektől sokkal nagyobb hatóerővel bírnak. Igyekszünk úgy megszervezni a kiképzésüket, hogy az hétvégére vagy velük egyeztetett időpontban, amikor a munkaadójuk el tudja engedni őket, akkor történik meg a kiképzés, és mindenbe igyekszünk az ő személyes elfoglaltságukhoz igazodni. Talán ez lehet az oka ennek a népszerűségnek, illetőleg a kiképzés módszerében is változtattunk, hiszen a régi sorkatonai időszakban a hidegháború időszakára kialakított kiképzési rendszer az a mai hadviselési rendszerben már nem állja meg a helyét, és igyekeztünk olyan módszereket alkalmazni, ami kihívás és élmény jellegű kiképzést ad. Nagyon minimális vagy kevés elméleti tananyag, ezek távoktatásban, internetes felületen elérhetőek, könnyen otthonról is elsajátíthatóak, és amikor behívjuk a képzésre őket, akkor inkább a gyakorlati fogások az elsődlegesek, hogy azokat megtanulják, és egy nagyon jó kis közösségépítő is, hiszen a nap végén mindig találnak valami olyan közös programot, amivel leengedik a gőzt, egy picit a közösség összekovácsolását erősíteni tudják, át tudják beszélni az élményeiket, és meg tudják a következő alkalmat beszélni. Akkor mondhatjuk azt, hogy ilyen gyakorlatorientáltá vált már ez a kiképzési forma? Igen, igen. Abszolút az a cél, hogy ne sematikus ismereteket adjunk, hanem ez a gyakorlatban alkalmazható ismeretet kapjon mindenki. Járőrtípusú falatokat igyekszünk betervezni, amikor összefűzzük az egyes ismereti anyagokat, és a fizikai terhelés mellett is tudják használni ezeket az ismereteket, hiszen ez a lényeg. Egy adott helyzetben, amikor egy veszélyhelyzet kialakul, akár egy téli rendkívül időjárás, vagy egy árvízi helyzet, akkor is ott a fizikai terhelés, ott a nyomás, és az alatt kell tudni teljesíteni mindenkinek. Gondolom azért ez a fizikai terhelés, vagy ez a fizikai terheléses teszt az, ami inkább gondolkodóba ejti az embereket, hogy merjenek-e jelentkezni, vagy nem. Legalábbis mondjuk, hogyha én ezen gondolkodnék, akkor biztos, hogy az jutna az eszembe, hogy vajon bírnám-e én ezt? Hát nagyon érdekes, igen, ez is egy pont a kevésbé kötöttségből adódik, egy házi orvosi igazolás, amely megállapítja, hogy egészséges a személy, fizikálisan terhelhető, és egy pszichológiai vizsgálat az, hogy bátran a kezébe adhatjuk a fegyvert, és úgy fogja használni, hogy az elvárható, a normáknak megfelelően. Ezt követően gyakorlatilag bárki jöhet. Tehát nem azzal indulunk, hogy akkor 100 fekvő támasz és 8 kilométer, és utána irányba a víz, és ott valamit összeépíteni. Így van, fokozatosan emeljük és külön odafigyelünk a fizikai felkészítésre, hiszen a mai fiatalok körében az látható, hogy az életmódból, a társadalom jellegéből adódóan az ő fizikai tehetőségük megváltozott a korábbiakhoz képest, és inkább arra törekszünk, hogy szépen fokozatosan felhozzuk azokra a szintekre, amelyeket mi szeretnénk elérni, és a katonai feladatokhoz szükségesek. Amennyiben valaki kedvet kap ahhoz, hogy komolyabban foglalkozzon ezzel, akkor már nyilván komolyabb megmérettetések vannak. Tehát ha valaki területvédelmi tartalékos jogviszonyból, műveleti tartalékos jogviszonyba lép át, ami azt jelenti, hogy egy aktív katonai szervezethez lesz már lebiztosítva, akkor azzal a katonai szervezettel együtt kell képes lennie megoldani a feladatokat, tehát akkor már Kecskeméten egy nagyon komoly fizikai ellenőrzésen esik át, ami nem jelenti azt, hogy ha nem sikerül, akkor vége a világnak, hiszen 6 hónapja van utána arra, hogy fizikálisan edzéseket felhasználva minden lehetőséget felhozza magát arra szintre, ami ehhez a követelményhez szükséges. Aztán a területi tartalékosok mondjuk milyen feladatokkal találkoznak, mert arról most már hallhattunk egy kis ízelítőt, hogy hogyan néz ki az ő kiképzésük, de aztán hol találkozhatunk majd velük? Összetett kérdés, hiszen ez a rendkívül jogrend időszakához kötődik. Békeidőszakban alapvetően katasztrófavédelmi helyzetekben találkozhatunk, amikor ők alkalmazásra kerülnek. Rendkívül jogrend időszakában, amikor nagyon komoly fenyegetések érik az országot, akkor viszont ők az aktív haderő támogatásában fognak részt venni, illetőleg, hogyha szükséges és szövetséges erőket kell behívni az országba, akkor a beérkező szövetséges erők fogadásában fognak ők részt venni. Ugye említette azt, hogy
20 000-es tartalékos létszámbővítést céloztak meg, tűztek ki célul. Egyáltalán mi tette ezt, indokolta, mi tette ezt szükségessé? A miniszter úr, amikor ezt a feladatot megszabta nekünk, akkor ő azt határozta meg, hogy Magyarország közigazgatási rendszeréhez igazodva mind a 197 járásban, ideértve a 23 fővárosi kerületet, egy-egy századot, egy-egy köteléket hozzunk létre, mert hiszen a honvédség társadalmi kapcsolatai az elmúlt időszakban meggyengültek. Pontosan azáltal, hogy nincs minden megyében aktív katonai szervezet, nincs kontaktusa Magyarország polgári lakosságának a honvédelem ügyével, és ezt szerettük volna pontosan ezzel megvalósítani, hogy minden járásban, minden településen, ahol tudunk, megjelenjünk a tartalékos katonákkal, és az ő kiképzésük is alapvetően nem katonai objektumokra, gyakorlóterekre van tervezve, hanem polgári objektumokba, sportpályákra, olyan területekre, amit igénybe tudunk venni a polgármesterek engedélyével, és gyakorlatilag az ország színe java láttára, szeme láttára tudják a kiképzést végrehajtani, tudnak szurkolni adott esetben, és aki kedvet kap, be is állhat akár. Akkor ez is egyfajta híd lehet a társadalom és a honvédség között, ez is egyfajta nyitás, tehát hogy nem egy ilyen zárt rendszer, mint ahogy annó ez volt, hanem nyitnak egy kicsit a társadalom irányába? Én azt gondolom, hogy mindenképpen, hogy azt kell, hogy szolgálja, hiszen a Magyar Honvédség Magyarország biztonsági, egyik biztonsági garanciájára a Magyarország lakosságát szolgálja a Magyar Honvédség. Természetszerű az, hogy lássák is, hogy mit csinálunk, hogyan csináljuk, és akihez kedvet kap, bátran tudjon csatlakozni ehhez a rendszerhez, és részesévé váljon ennek a biztonsági garanciának. Hogyha már a biztonságot említette, akkor ez is egyfajta válasz lehet a biztonsági környezetnek a kihívásaira? Igen, mindenképpen, hiszen azt látjuk, ahogy említettem korábban is, a hadviselés rendszere nagyon komolyan megváltozott. Azok a második világháború vagy a hidegháború időszakában nagyon konkrétan meghatározott harci eljárások, azok eltűntek gyakorlatilag, és azt látjuk, hogy új dimenzióban indult meg a hadviselés, lásd a kibertér. Nem lehet tudni, hogy mikor, hol, milyen fenyegetés fog bekövetkezni, vagy támadás fog bekövetkezni, és bármilyen formában. Tehát nincsenek már sémák és nagyon begyakorolt eljárások egy katonai támadásban, és nem lehet tudni, hogy éppen mivel tudunk nagyobb kárt okozni bárki másnak, aki rossz szándékkal jön az irányunkba. Tehát lehet fegyverrel is támadást elkövetni, de akár egy számítógépes támadással is lehet. Lehet, hogy még nagyobb kárt okozunk azzal, hogyha a számítógépen keresztül támadunk. Meg nyilván a modern technika mindenféle kihívására is választ kell tudni adni, vagy elég, hogyha csak például a drónoknak a fejlesztésére gondolunk? Igen, azt látjuk, hogy a negyedik ipari forradalom időszakában mindenki számára a csúcs technológia elérhető. Gyakorlatilag szabad piacon, interneten keresztül bármilyen technológiai csúcs eszközt meg lehet vásárolni, és rossz szándékú emberek kezében ezek a csúcs technológiai eszközök, ezek bizony fegyverré változhatnak, hiszen egy mobiltelefonnal bombát is el lehet indítani, de nyilván nagyon jó célokra is föl lehet használni, és pozitív célokra is föl lehet használni mobiltelefont. De akár a drónokat nézzük, ez is éppen a 2015-ös déli határszakasznál kialakult helyzetnél látható volt, hogy bizony előkerültek ezek az eszközök, és minden, ami alkalmazható, azt felhasználnak a hadviselésben is. Hogyha már a toborzásra vissza szeretnénk kérni, akkor a toborzóirodákban tájékozódhatnak a részletekről, vagy hova érdemes fordulni azoknak, akiknek mondjuk felkeltettük az érdeklődését most? Aki érdeklődik, én elsősorban azt javaslom, hogy az irányasereg.hu internetes oldalt látogassa meg. Ott nagyon részletes leírás talál minden egyes szolgálati formáról, sőt, ha kérdése van, akkor internetes felületen keresztül lehet kérdéseket föltenni, a legközelebbi toborzóiroda fog automatikusan bejelentkezni az ő támogatására. Vannak telefonos ügyfélszolgálatok is, tehát ha valaki nem használja az internetet, akkor ő neki számára is van elérhetőség ilyen szempontból. Amikor pedig megszületett a döntés, hogy ő valóban komolyan szeretne ezzel foglalkozni, akkor a megyei toborzóirodákba érdemes befáradni, ott a regisztrációs lapot kitölteni, aláírni, és utána elindul maga a felvételi eljárás, bármely szolgálati formára várjuk a jelentkezőket. Ha említette már a megyét, akkor egy kicsit térjünk vissza Fejér megyére, vagy akár szűkebb környezetünkre, Székesfehérvárra. Hogyan jellemezni itt a tartalékos toborzás helyzetét?
Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon kedvező helyzetben vagyunk, hiszen Székesfehérvár hosszú idők óta nagyon komoly katonai hagyományokkal rendelkezik, hiszen a történelem során mindig volt valamilyen parancsnokság Székesfehérváron, és mindig vezető szerepet töltöttek be a Magyar Honvédség életében ezek a parancsnokságok. Tehát nagy katona múlttal rendelkezik, nagyon komoly társadalmi támogatottsága van a honvédelem ügyének ebben a városban, tehát itt könnyű volt toborozni, ha úgy tetszik. Itt a járási század az már 100%-osan feltöltött, és a megye több járásában is nagyon közel állunk a 100%-os feltöltöttséghez, úgyhogy mindenképpen az élmezőnyhöz tartozik Fejér megye és Székesfehérvár járás is. Nyilván a névválasztás sem véletlen, amikor eldöntötték, hogy az új megalakuló ezrednek a neve az Sipos Gyula területvédelmi ezred lesz, de hogyha erről egy kicsi háttérinformációt tudna mondani a kedves tévénézőknek, azt megköszönném. Igen, tehát említettem az elején, hogy a parancsokságunk a tartalékos rendszer mellett sok minden mással foglalkozik, a katonai hagyomány ápolással is. Hiszen ha megnézzük, hogy ezeknek a területvédelmi ezredeknek a megalakítása az egy 100 éves évfordulóhoz kapcsolható, és ha visszatekintünk egy picit a közelmúltba, akkor láthatjuk, hogy az első világháború katona hőseit nagyon hosszú időn keresztül említeni sem lehetett, aztán rendszerváltást követően elindult a rehabilitáció, és pontosan Sipos Gyula esetében is, aki altábornagyként fejezte be a katonai pályafutását, egy olyan személyiség, aki példaképül állhat a jelenkor katonai számára, tartalékos katonák számára, és a honvédelmi nevelésben résztvevő fiataloknak is érdemes az ő életútját, pályát, tetteit megismerni, hiszen kötődik Székesfehérvárhoz. Jól ismert itt Székesfehérváron, Fejér megyében Sipos Gyula és családjának a tettei, illetőleg a 17-es gyalogezred is itt állomásodott annó. Tehát gyakorlatilag egy 100 év után szinte egyfajta továbbvitele a hagyományoknak azzal, hogy területvédelmi ezredet alakítunk meg az akkori korábbi ezredek után, és azoknak a hagyományait szeretnénk továbbvinni. Hogy fog kinézni maga ez a névadó vagy csapatzászló átadó ünnepség? Erről tudhatunk már részleteket? Igen, ennek a programtervét nagyon részletesen összeállítottuk. A csapatzászlót a köztársasági elnök úr adományozza minden békében élő katonai szervezet részére, így lesz ez a 6-os területvédelmi ezreddel is, hiszen sajátosság ennek a tartalékos rendszernek, hogy nem egy nyugvó, alvó képességről beszélünk, hanem a mindennapokban, a hétköznapokban folyamatosan hívjuk be ezeket a katonákat kiképzésre, felkészítésre, tehát egy békében élő szervezetről beszélünk. Reméljük, hogy a köztársaság elnök úr meg tudja a jelenlétével is tisztelni ezt a rendezvényt. Miniszter úr fog részt venni rajta, a vezérkarfőnök úr és nagyon sok fontos személy, aki ennek az ügynek az érdekében nagyon sokat tett és képviseli ezt az ügyet. A zászló adományozás alkalmából zászlószalag kötése és sor kerül. Itt a Sipos Gyula leszármazottaiból kértünk fel egy hölgyet, aki el is vállalta nagyon szívesen a zászlóanya szerepét, aki azért fontos a csapat életében, hiszen ő az intelmeivel, az útmutatásával mindig segíteni tudja, hogy ne veszítse el a hitét ez a csapat, ez a szervezet, ez az ezred. És ehhez kapcsolódóan fognak még a katonáink esküt tenni, akik eddig nyilvánosan nem tudtak katonai esküt tenni, ennek a rendezvénynek a keretében az újonnan adományozott csapat zászlait tudják a katonai esküt letenni majd. Ugye október közepén lesz ez, nagyjából közepén lesz ez az esemény. Ez nyilvános? Bárki érdeklődő csatlakozhat, megnézhetik-e a gyerekek, vagy hogyan? Nagyon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt. Az országalma melletti főtéren szerveztük meg ezt október 13-án 11 órától. Akinek van ideje, kedve, érdeklődik, nagyon sok szeretettel várjuk erre a rendezvényre. Azok a tartalékos katonák, akik a téren fognak állni, az ő családtagjaikat mindenképpen invitáljuk, hívjuk, de aki érdeklődő van, vagy kíváncsi a katonákra, akkor ez egy jó program lehet szombaton délelőtt. Utána pedig irány a sereg, így van. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szívesen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, esti mérleggel természetesen holnap is várjuk majd Önöket itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!